Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 35. Zsoltár első versét, Perelj Uram perlőimmel. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet újra itt a templomban. Hála, hogy itt lehetünk, és egy újabb felújítási munkálatoknak részben a végéhez érkeztünk. Még nincs teljesen befejezve a dolog, hiszen három részszámlát kapunk. Az első kettő a belső felújításról szólt, és ez volt az, aminek a határideje június közepe volt, hogy így július elejére itt lehessünk a templomban. Külső részben van még egy kis tevékenység, meg feladat. Köszönjük mindazoknak, akik sok-sok hétvégén tevékenykedtek azon, hogy már a ilyen ünnepi díszbe öltözhessen a templomunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten eltemettük Dávid Sándorné, Tréfás Mária Magdolnát. A vigasztalás igéje Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levele, 5. részének első és 4. verséből szólt. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Gyászolják lányai, unokái, rokonok. Istennek vigasztalását kérjük a gyászoló család számára. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy állok most már itt, mint nyugdíjas lelkész. Július 1-től vagyok nyugdíjban, és Dömötör Norbert vecsési lelkész, a kirendelt helyettes lelkész mindaddig, amíg az új lelkész személyére vonatkozóan a gyülekezet és a presbitérium döntést hoz, egészen addig szól a kirendelése, tehát a gyülekezet nem lesz magára hagyatva, sem istentisztelet, sem bibliaóra, sem temetés, sem keresztelő és egyéb szolgálatokban sem. Tehát egy nagy feladat és nagy út előtt áll a gyülekezet az elkövetkezendő időben. Mi is, mert számunkra pedig az egész egy nem csak nyugdíjba vonulás, hanem egy életmódváltás is lesz. Ránk következő vasárnap, július 10-én Monor nagy templomból végzik a helyettesítés szolgálatát, hiszen ez a nyári időszak, ez egyben a lelkészek szabadságának az ideje is. Június 17-én Dömötör Norbert fog szolgálni, és akkor egyeztetik a bibliaórákat is. A Williams televízió munkatársa ismét közöttünk van, akiknek az egész elmúlt időszakban sokat köszönhetünk, hiszen a pandémiától kezdve akkor is, amikor zárva volt a templom, az ő segítségükkel, zárt ajtók mögül
felvételről mentek az Isten tiszteletek, és így most itt az ünnepi alkalmakon is részt vesznek, és köszönjük a fotózást is, hogy meg lesz örökítve így az utolsó gyülekezet közötti szolgálatom is. Az Isten tiszteletünkön a parókia portál munkatársa is részt vesz a délutáni, és azután hétfőn még egy nagy interjú is készül, ami szintén majd látható, ahogy az Isten tisztelet is a Williams televízió csatornáin. A mai napra a férjemmel készítettünk egy kis meglepetést is, ami a menetrendben lesz egy kicsit más. Fogadják szeretettel. Hirdetem, mint ahogy az elején már jeleztem, itt a templom felújításnál még van feladat, tevékenység és fizetni való, ezért buzdítjuk testvéreket az adakozásra. Adakozni továbbra is lehet Isten tiszteletek után, de már nem nálam, és természetesen továbbra is lehet átutalással adományokat adni. Hirdetem a perselyes adakozás szükségességét és lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És az ünnepi Isten tiszteletünk fényét emeli az, hogy a keresztség sákramentumát szolgáltatjuk ki. Olá István és Jó Ágnes Gabriella nevű gyermeke számára, Vörös Péter Varga Eszter Vince nevű gyermeke számára, és Veres Csaba Krizsa Mónika Dávid nevű gyermeke számára. Keresztelőre készülve a 197. dicséretünk második versét énekeljük, és megkérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Istennek igéjét az apostolok cselekedeteinek könyvének 16. részéből, a 30.-31. versből olvasom, ahol így szól Istennek igéje. Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Kedves szülők, keresztszülők, gyülekezet, akkor, amikor keresztelőre készülünk, akkor óhatatlanul ott van az a legfontosabb kérdés, amit nem csak keresztelő alkalmával, hanem többször föl tud az ember tenni. Mit kell nékem cselekednem ahhoz, hogy enyém legyen az üdvösség, enyém legyen az örök élet? Annyi mindent szeretnénk biztosítani ezen a földi életben magunknak, családunknak, szeretteinknek, különösképpen is a gyermekeinknek. És így előtérbe kerül, hogy mit tehetek még, hogy neki jobb, szebb jövője legyen? Mit tehetek azért, hogy neki örök élete, hogy üdvössége legyen? Mint ahogy az egyéni életünknek is ez az egyik legfontosabb kérdése. És nagyon sokszor mi emberi oldalról közelítjük meg, és úgy gondoljuk, hogy mi magunk mindent el tudunk rendezni, meg tudjuk oldani, meg tudjuk szervezni, elő tudjuk készíteni a dolgokat, intézkedünk, teszünk, veszünk, megyünk előre, mint egy motor, és közben valami nagyon fontosról megfeledkezünk. Arról, hogy megkérdezzük az Istent, hogy mit kell nékem tennem, mi az, amit ő elvár. És valami egészen furcsa dologgal szembesít bennünket azzal, hogy nem mi intézzük el az üdvösségünket, nem mi rendezzük el a jövőnket, azt az Isten már elkészítette. Ahogy az ő kezében van a jelenünk, ahogy ő volt velünk a múltunkban, ő lesz velünk az elkövetkezendő időben is. Ő már mindent megtett, csak ezt
olyan nehéz elhinni és komolyan venni. Mindent az Isten rendezettel, mindent az Isten intézettel, és mindent odaadott nekünk ajándékba. Ahogy ajándékba kaptuk a gyermekeket is. Hogy úgy lehet a gyermekekre tekinteni, mint Isten ajándéka. Ránk bízta őket, megajándékozott szeretetével és kegyelmével. Akkor én nem tehetek semmit. És ilyenkor az ember olyan furcsán érzi magát, hogy én nem tehetek semmit, nekem nem kell nyomulnom, nem kell intézkednem, nem kell szervezkednem, nem kell megfizetnem. És az apostol azt mondja, egy valamit tehetsz. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. A hit az, ami Istennek az ajándéka, úgy szintén, mint ahogy a gyermek. De amit mi hozzátehetünk, hogy komolyan vesszük az ő igéjét, komolyan vesszük az ő szavát, komolyan vesszük az ő intését és hatalmát, és akkor megtapasztaljuk, mi mindent jelent az ő kegyelme, szeretete. És nem kell aggodalmaskodnunk a jövő miatt, nem kell azokra a hangokra figyelni, hogy ó, mi lesz 10-20-30 év múlva, mi lesz, ha a gyermekeink felnőnek, hanem tudjuk, hogy az ő kezében van az életük, a miénkkel együtt. És ez a mi reménységünk, ezért lehetünk itt, ezért kérhetjük az ő áldását és vezetését egyéni életünkre, közösségi életünkre, gyermekeink életére egyaránt. Hallgassuk, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Néke maradott minden hatalom menjen is földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek előtökbe, melyre szülők, keresztszülők feleljetek meg hallható szóval, a gyülekezet pedig álljon föl. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha így és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Mondjuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Istenünk, hálaadással állunk te előtted. Köszönjük az életet, a szeretetet, az ajándékot, hogy úgy tekinthetünk a gyermekekre, mint akiket ránk bíztál, feladatot adtál, de ígéretet is adtál hozzá, hogy velünk leszel, megajándékozol jelenléteddel, kegyelmeddel, szereteteddel. Köszönjük, hogy hittel jöhetünk hozzá, kérhetjük és várhatjuk a te útmutatásod és vezetésed. Amen.
Uram, köszönjük, hogy a Te áldásod és az útmutatásod jelen lehet egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Amen. Keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Gabriella, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Vince, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr áldása kísérje minden léteteket. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten kísérje minden léptelet. Amen. Gyülekezet foglalja el helyet. És újra egy kész közelben van a kis fa, ahová el tudjuk helyezni a gyermekeknek a nevét, születési helyét és keresztelés idejét. Helyünket elfoglalva, és már a szülők keresztülők is, és énekeljük a énekünket, a 404. dicséretünknek 3 versét.
A mi segédelmünk jön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással borulunk le Te előtted. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk a Te hajlékodba. Figyelhetünk a Te szavadra, útmutatásodra, vezetésedre. Köszönjük azt a sok-sok áldást, amit az elmúlt időszakban megtapasztaltunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindig velünk voltál. Te voltál az, aki egyenetlenségeinket kiegyengetted. Kétségeinkben, félelmeinkben buzdítottál, erősítettél, bátorítottál bennünket. Arra kérünk, Te adj számunkra nyitott szívet, figyelő lelket, hogy meghalljuk és megértsük a Te szavad, a Te útmutatásod, és a Te irányításod alatt tudjunk élni. Így kérünk, kegyelmeddel és szereteteddel légy itt közöttünk. Áld meg a mi ígére figyelésünket, és cselekedd azt, hogy semmi ne terelje el a mi gondolatainkat rólad, sem örülünk, sem félelmeink, sem kétségeink, sem a gyász, sem a fájdalom, hanem tudjunk Te rád figyelni, Téged keresni, Téged dicsőíteni és Téged magasztalni. Így kérjük a Te áldásodat. Amen. Igehirdetésre készülve a 467. dicséretünk első versét énekeljük. A 467. dicséret első versét, Jöjj Királyom Jézusom, és itt kinyitottam szembe az ablakot, úgyhogy ha a gyerekek közül valakivel szeretnének ide szembe kimenni, akkor ott lehet tevékenykedni és játszani. Istenek igét az apostolok cselekedeteinek könyvéből olvasom a 14. részből, a 8-tól a 22-ig terjedő versekben, ahol a következőképpen szól Istennek igéje. És Lisztrában ült egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ezt hallá Pált beszélni, aki szemeit ráfüggvesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt. A sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván, az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban, és hívják Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtott a kapukhoz, a sokassággal együtt áldozni akart. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál köntösüket megszaggatván a sokasság közé futamodtak kiáltván és ezt mondván, férfiak, miért mivelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvenzetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat, mind a maguk útján haladni. Jó lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül,
mert jól tevőnk volt adványmennyből esőket és termőidőket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesítik a sokasságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiochiából és Ikóniumból zsidók, és a sokasságot elaltatván megkövezik Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot, annak a városnak és sokakat tanítványokat tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságuk által kell nélkülük az Isten országába bemenniük. Kedves testvéreim, akkor, amikor az igére figyelünk, akkor úgy indíthatnánk azzal, hogy az apostol abszolút folytatja azt a gondolatmódot, hogy beszámol az apostolok cselekedetei mindarról, ami a gyülekezetekben történik, és elsősorban arról, hogy kicsoda az élő Isten. És akkor úgy rögtön a lényegre is térnénk, de van egy olyan bevezető szakasza is ennek a résznek, hogy akik 29 esztendővel ezelőtt itt ültek a gyülekezeti padokban, azok emlékezhetnek arra, hogy ezzel a könyvvel, az apostolok cselekedeteinek könyvével kezdtem meg ülői szolgálatomat. Mondván, hogy az apostolok cselekedetei egy olyan könyv, ami rengeteg útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mire kell a gyülekezetnek figyelnie. Hogyan és milyen módon, mi mindentől kell megszabadulni, mi mindent kell letenni, és milyen módon kell teljes szívvel az Istennek szolgálni. És akkor, amikor már úgy tudtuk, hogy közeledik a búcsúzás ideje, akkor azt gondoltam, hogy az apostolok cselekedetei könyvével fogom zárni itteni szolgálatomat, ha nem is érünk a könyv végére, hiszen itt a 14. fejezetnél egy vesszőt teszek, és majd valaki folytatja, hogy melyik könyvvel, milyen módon és milyen rendszerrel, az már nem az én kompetenciám. És megtanultam azt, és nyilván a gyülekezet is, hogy sok mindent megérthettünk, sok minden megváltozhatott az életünkben, mint ahogy az első keresztjének életében is, de még mindig van mit tanulnunk, még mindig van mire figyelnünk. De az első és a legfontosabb gondolat, ami a keresztelőnél is előtérbe került, hogy hitben maradni. Hitben járni és hitben maradni. Akkor is, hogyha szembesül az ember a buktatókkal és olyan kísértésekkel, amelyek lehet, hogy az első keresztjének idejében nem voltak, de az ő idejükben is voltak olyan kísértések és próbatételek, amelyben helyt kellett állniuk. Egy ilyen nehéz próbatétel volt itt az apostolok előtt is, hiszen ahogy hirdették az igét, ahogy meggyógyították ezt a beteg embert, aki születésétől fogva beteg volt, úgy gondolták, hogy hú, te ezek az emberek valami egészen különleges, isteni készséggel és képességgel rendelkeznek, és elkezdték őket magasztalni és dicsőíteni, és áldozni akartak nékik. Megtanultjuk mindebből, hogy soha senki nem kerülhet olyan módon az első helyre, hogy mintha átformálódna a dolog, és a személy rendelkezne olyan különleges készséggel és képességgel, hogy gyógyítani tud. Embereket használt Isten akkor is, és embereket használ most is, hogy életek változzanak, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk, de soha nem lehetek sem én, sem más az Isten helyett a középpontban. És akkor, amikor valaki ezt még úgy gondolja, hogy előtérbe kerülhet egy személy, kiemelkedhető lehet egy személy, és mindenféle dolog elindul és elkezdődik, akkor azt kell észrevenni, hogy föl kell világosítaniuk az akkori közösséget, az akkori embereket, akik rácsodálkoztak az ő hatalmukra, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint akik jelen vannak. Erről olyan könnyű megfeledkezni. Pedig mi mindannyian ugyanolyan emberek vagyunk, mint a másik, csak feladatokban, tevékenységben lehetnek különbözőségek. De
Mindannyiunknak az a feladatunk, hogy Istenre figyeljünk, Istenben bízzunk, és az ő útjáról ne térjünk el. Egészen döbbenetes dolog, amikor ugye istenítik és úgy gondolják, hogy az istenek jöttek le közéjük, és még megtalálják a neveket is, hogy melyiket képviseli Barnabás, melyiket Pál, és áldozatot akarnak bemutatni, isteníteni akarják őket, és amikor ezt az apostolok elhálítják, akkor azt érzékeljük, hogy megfordul a kocka. Ha nem lehet dicsőíteni, akkor azoknak az embereknek a véleményére hallgatnak, akik minden rosszat elmondanak róluk. És meg is kövezik. Az a kérdés, hogy kik és milyen módon tudnak befolyásolni minket. Ez nem csak a módban, a jelenünkben, hanem a jövőnkben is ez a lényeges. Hogy az Istenre hallgatunk, az Isten tiszteljük, az ő útmutatására figyelünk, vagy pedig az emberek véleménye befolyásol, és azt mondjuk, hogy ha olyan vagyok, mint mi, akkor ugyanúgy végezhetik, mint mi. És megkövezik. És ezzel a maguk részéről elrendezik a dolgot. És úgy gondolják, hogy akkor épp úgy, mint ahogy Jézus idejében volt, lezárul a dolog, és mi szabadok vagyunk, és csináljuk továbbra is azt, amit mi akarunk. Csak hogy az Isten hatalma, az Isten jelenléte egészen más az életünkben. És amikor azt mondjuk, hogy miért enged meg az Isten olyan sok próbatételt az életünkben, akkor arra figyelhetünk, hogy ő a próbatételekben is velünk van. Hiszen mondhatnánk, hogy az miért hagyták, hogy az apostolt megkövezzék. De vajon észrevesszük-e? De azt mondja, hogy nem halt meg, mert hogyha az Isten nem akarja, hogy valaki eltávozik, akkor meg tudja őrizni és meg tudja tartani. De nem azért, hogy utána rácsodálkozzanak, hogy milyen csodálatos dolog, nem csak, hogy meg tudta gyógyítani a beteg embert, hanem még ő is életben maradt egy halálos megkövezés által után, hanem azért, hogy megtörténjék mindaz, amivel indították is, hirdették az evangéliumot, hogy higgyenek benne. Ez van a középpontban. Olyan sokszor mást helyezünk a középpontba, de senki más nem kerülhet oda, csak az élő Isten, akire figyelhetünk, akiben bízhatunk, akit dicsőíthetünk és magasztalhatunk. Így legyen. Amen. Ráfelelőként énekeljük a 467. dicséretünknek a harmadik versét, gyógyítsd meg sok nyavajám, de még mielőtt ezt tennénk, még egy hirdetés, ami lehet, hogy több hirdetés is elmaradt, de az elmúlt héten Hamenda Lajos temetésén szólt a harangunk, és az ő családjuk számára is Isten erősítését és vigasztalását kérjük. És akkor most énekeljük a dicséretünket.
Na most már tényleg utoljára. Ígérem. Ne, ígérem. A tiszteletes asszony jelenlegi nyugdíjas lelkész, mint hallottuk. Már mindent elmondott erről az ígéről, amit én akartam, úgyhogy most itt küzdelem lesz, csak úgy lesz, hogy utóiratokat fogok ezt tenni. Hármat vagy négyet, de inkább hármat a nagy melegre való tekintettel. Valaki azt mondta mellettem, hogy miért öltöztél feketébe? Hát mintás ingbe furcsa lett volna itt, ugye? Azt gondolom, hogy vannak ilyen kiemelkedő alkalmak, és azért fordultam hátra az előbb, mert itt mögöttem nem mindenki tudja, vagy nem mindenki látja onnan, az itt szolgáló lelkészeknek a névsora van. A szolgálati idejükkel, és látom, hogy biztos, ami biztos, a 2022 Kumbária mellé már fel van vésve. Úgyhogy, ha akarnánk se. Ez az ige, amit felolvastunk, ez egy hallatlanul mozgalmas valami. Azt is mondjuk, hogy nem unalmas. Mindenki talál benne valamit, valami jót, valami ügyeset, és milyen kár, hogy akkor még nem volt Williams TV. Ugye, Kata, mert micsoda snitteket lehetett volna csinálni ebből a sztoriból. Jönnek a bikák felszaladozva, ide-oda verekeznek, követnek, mint egy falu, nem? Tehát tulajdonképpen mi történik? Az élet történik. Az élet történik, ahogy a Bibliában mindig az élet történik. Csak mi erről elfeledkezünk, hogy nem koros történetek vannak benne, hanem olyan dolgok, amelyek az akkoriakra tartoztak, meg ránk tartoznak. Tehát nincs poros bibliai lap. Hát a Biblián akkor, mikor nem használják 30 évig család a könyvespolcon, akkor van rajta, de egyébként ez egy hallatlanul izgalmas dolog. A Heidelbergi K.T. egy helyen elmondja, hogy tulajdonképpen mi az egyház. És érdekes, hogy nem intézményekről beszél, nem szervezetekről, nem rangokról beszél, hanem arról, hogy Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig elhívott embereket. Ez egyszerű. És mi nem szeretjük az egyszerűt. Mi olyan dolgokat szeretünk, ami mutatós. Hogy legyen egy kis rivillió, hogy legyen egy kis ünnep, hogy legyen egy kis történés, sztori, összecsődülés, ugye? Itt a fiatalabbak simán tudják, az idősebbek nem, de hogy mi a flashmob. Ugye a flashmob, amikor egy pár ember kitalálja, hogy csinálnak egy rebelliót a Calvin téren, és mondjuk rebellió fognak énekelni. Az jó. Amikor más találnak ki, az nem annyira jó. Na itt is van flashmob, mert mindenki összejön. Mindenki összejön, és valami történik, de azért ezek a lisztraiak ezt benézik. Mert eltolják az elején az egészet. Egy hallatlanul fontos kérdés az, hogy az igében, hogy kérem szépen, mi az egyház? Mi? Hát az egyház az, hogy nem az, hanem az. Hogy emberek alkotják. És az embereknek van egy hallatlanul nagy joguk, amivel gyakran élnek is, csak a következmény nem túl jó, ez a tévedés. Belegondoltunk-e már abba, hogy mi, mint akik magunkat keresztényeknek mondjuk ennek a hitelességéről, vagy nem hitelességéről, nem vagyok feljogosítva nyilatkozni, tulajdonképpen rengetegszer tévedünk. Mert azt gondoljuk, hogy egy régi történet szerint, és a történet megesett, egy erdélyi faluban a riporterek kimentek, és érdeklődtek mindenféle mozgalmak iránt, politikai és egyházi mozgalmak iránt, és egy öreg református Schuster azt mondotta nekik, és ez le van írva. Megkérdezték, na mi a véleménye erről a nagy felvonulásról, meg mindenről, azt mondta, szegények azt gondolják, hogy az Úristennek is pont csak annyi esze van mindenkinek. Na hát, amikor erről leszokunk, akkor kezdődik az egyház. Kezdődik az egyház, és az nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy amit a tiszteletes asszony kiemel többet között, hogy elmondják ezek a apostolok, hogy álljunk már meg ember. Tehát pont ugyanolyan ember vagyunk, mint én. Van még egy történet az apostolok felvételében, hogy valaki kezet akar csókolni valakinek, és azt mondja, hogy várjál, éppen olyan ember vagy.
Az a kérdés, hogy az a titok, ami az egyház, ami a gyülekezet, az a titok, hogyan épül fel ezekből a halandó és esendő emberekből. Azaz, belőlünk. Hát úgy, hogy az Úristen többet gondol rólunk, mint mi magunkról gondolunk. Akinek ez túl egyszerű, azért mondom neki, hogy ennek a felfedezésére, a megélésére sokszor egy élesen. Itt a vista, és azt gondolom, hogy a mindenkori lelkész, és a mindenkori apostol, és a mindenkori egyház, és a mindenkori gyülekezet mögött, ezek ott állnak. Van egy szép latin kifejezés, azért csak volt latin kifejezés mondani, mondom inkább körülírva magyarul, hogy az előttünk levő lelki pásztorok, azok egy apostoli rendszerűen gyönyörködnek. És nekünk szabad bele kapaszkodni ebbe. Ebben a dologban, hogy bár emberileg rakjuk össze, mégis valami isteni titok lesz belőle. És annyi marad meg, én ugyan itt csak papnő voltam 29 esztendeig, de annyi marad meg a lelkészi szolgálatból, amennyiről lekopik ez az emberi rozsda, és marad az istentől struktúrákig. És akkor ezt megértettük, hogy nem. Itt délután nagy ünnepség lesz, kérem szépen, én olvastam a menetrendet, hát nem rövid. Azért úgy készüljünk, hogy nem rövid, mert két dolgot tudunk nagyon ünnepelni és temetni ezt a kettőt. Az egyikben elmondjuk, hogy mekkorát tudunk vakítani az ünnepben, a másikban elmondjuk, hogy mennyire jó emberek vagyunk, akik azt látnak. Hát sajnos ez így nem igaz ebben a módon. Mert akit nem lehet isteníteni, ezt nagyon kell várni tőle. Nagyon reméltem, hogy ez a gondolat kimarad a predikációban, de nem marad ki. Hát erről van szó. Ha nem hagyod, hogy szeressünk, hogy imádjunk, hogy adoráljunk neked, akkor agyon csapunk, mert az mégiscsak jól megy. Nagyon sok mindent, és ezzel most már befogadással fejezni. Nagyon sok mindent láthatóvá akarunk tenni. Én még emlékszem, hogy ennek a templomnak volt egy első renoválása, amikor úgy vissza lett bontva minden, hogy álltak a falak, de a tető nem, állt a torony, de a torony sisak nem, és egy darab fal nem maradt. Tehát akkor, amikor 29 évvel ezekben a padokban ültünk, tudom, hogy nem ezekben a padokban ültünk, hál' Istennek, mert most már ugye, ezek a látható, és ezek jó, nem szabad elfelejteni, hogy a látható mögött ott van a látható. Az a láthatatlan, ami megfoghatatlan, és ami elkíséri az ember. Itt lesz délután minden szívedes tömézni, minden lesz, gondolom, mert ilyenkor szokott lenni, és ez kell is, de nem azt visszük el, amit elviszünk, az belül van. Idézhetem a kis herceget, de nem igézem, mert sokan ismerik. Ami belül van, az nagyon-nagyon fontos. Csak nem sikerül az apostolt ajánlani. Nem tudom, a kövezésben is rosszabb vagyok, nem? Tehát azt se tűnik több 100%-os. De biztos, hogy nyoma van a tetelésen. Biztos, hogy egy 29 évnek nyoma van. Jó, rossz, ilyen, olyan, erről nem tudunk szólni. De tudunk szólni arról, hogy amit üllői református gyülekezetnek hívnak, az volt, van és remélhetőleg lesz is. És teljesen mindegy, valójában, hogy ide kik vannak elő. Mert valahol az Úristen is felkérdezik. Ilyen ez a dolog. Nyilván az ember tudja a maga esendőségét, de tudja az Isten hatalmát. Amíg ezt a kettőt tudja, addig nem akar valaki isteníteni embert, és akkor nem akar valakit megkérdezni. Hanem mindenki a helyére ül,
mert mindenkinek helye van itt, az egyházban, a gyülekezetben és Istennél. Amen. A 467-es negyedik verset énekeljük, van hatalmad rá, tudom. Együtt mondjuk az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mind örökké. Amen. Thank you.
Most már csak annyi maradt, hogy a záró éneket énekeljük egy verset. 404. dicséret, amit már ismerünk, annak a negyedik versét énekeljük. Fejedelemség vagyon csak Istenben, utána pedig állva vesszük az áldást, és mivel lebotorkálok, majd egy kántorom, ami szép Bachot játszon nekem, mert többet már nem játszhat. Maga játszhat, ő játszhat, csak én nem hallom. És Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.